Megvan a politikai megállapodás az Európai Unió és Nagy-Britannia jövőbeni viszonyáról. Ennek alapján széleskörű szabadkereskedelmi rendszert alakítanának ki a Brexit után. Mint írták, az EU tiszteletben tartja a királyság szuverenitását, és a britek kiválása után újból megerősödhet a kapcsolat. A brit kormányfő rezidenciájára látogató osztrák kancellár és maga a házigazda Theresa May is elégedetten nyugtázta csütörtökön délben, hogy megvan a politikai nyilatkozat az Európai Unió és Nagy-Britannia jövőbeni viszonyáról. A brit kormányfő nem sokkal korábban méltatta az elvi megállapodást. This is the right deal for the UK. Ez az alku megfelel Nagy-Britanniának. Tiszteletben tartja a Brexitről tartott népszavazást. Visszakapjuk az ellenőrzést a határaink, a pénzünk és a törvényeink fölött, miközben megvédjük a munkahelyeket, a biztonságunkat és az ország integritását, fogalmazott May. A brit miniszterelnök szerdán még Brüsszelben tárgyalt Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnökkel. May este hazautazott, a munkatársai azonban egész éjszaka a nyilatkozat szövegén dolgoztak uniós kollégáikkal együtt. A munka azonban ezzel nem ért véget. A nyilatkozatot jóvá kell hagyniuk az uniós tagállamok vezetőinek a vasárnapi csúcs találkozón, mondta a bizottsági szóvivő. A politikai nyilatkozatban a felek azt fektették le, hogy milyen lesz az együttműködés az Európai Unió és Nagy-Britannia között, például a kereskedelem és a biztonság területén, a jövő márciusi kiválás után. Ez nem kötelező érvényű, szemben azzal a végleges megállapodással, amit a múlt héten fogadtak el a britek kiválásának feltételeiről. A nyilatkozat lesz azonban az alapja annak a kereskedelmi megállapodásnak, amit a márciusban kezdődő átmeneti időszak alatt ütnek majd várhatóan nyílbe. A Brexit körül azonban még maradnak megoldandó kérdések. A vasárnapi rendkívüli uniós csúcsig meg kellene nyugtatni a francia halászokat, akik a britek kiválása után is szeretnének brit felségvizeken dolgozni. A spanyolok pedig a Gibraltár feletti ellenőrzés kérdését szeretnék tisztázni.